Szevasztok, itt Popet, Münchenből jelentkezünk, a második döntő az előző döntő, 2-2 lett, de sajnos a csodakapusunkat idegenek kiállították, pedig minden fogott, amit lehet. Szerintem a kiállítása oktalan volt, de a 11-est, amivel megnyerhették volna az előző meccset, kihagyták. És akkor ilyen FA kupásan, mivel X lett, jön egy második meccs. Pedig csak egy döntőt akartam. De jó, hogy előbb már levett onnan a jelzést, hogy előnyszabály, de azért befújta. A taktikát most nagyon megkavartam. Ugyanaz, amit az előző meccsen állítottunk. De van benne különbség. Speciál egy igazi védbeli csatára játszunk. Aki most viszi a labdát, Hunters-nek hívják. És Kagawa felépült, úgyhogy bekerülhetett a keretbe. Eltiltott csak De Gea, úgyhogy Ferdinand is, és Smalling is visszatért a csapatba védekezni. Itt a védelmet sikerül egy kicsit meg a célosítanunk, mivel az nem volt az előző meccsen se. Smalling! Mit csinál ez a srác? Hú, mekkora gól volt. Ki az a hülye, aki onnan rálövi a gól? Én. Fú, ezt is kimákoltuk. Jól lebírkoztad lámot, azért azt valljuk be. Ott a második. Eddig működik a taktikánk. Hát a két idegen belőtt gól mostantól konkrétan kiladírozva. Pedig, hogyha Robben nem lövi fölé az előző meccsen a 11-est, akkor ez még mindig kevés lenne, hiszen ugyanúgy lőnének kettőt, ők lennének a továbbjutók. De reméljük nem lőnek egyet sem, vagy kettőt. Ajj, semmi, semmi. Ha én csináltam volna, már piros. Gratulálok, komolyan, mit láttál, kit láttál? Dortmund szurkolók ott tűnek lenn a lelátón, vagy mi? Őket ugraljátok? Szép volt Ferdinand. Majdnem. Jó, az sárga. Azért pirosat én megöllek. Jó, köszönöm. De jó, hogy annak meg oda dugnak a lábára, te. Lindegaard! Jó, 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 bekeljük ki ezt is. Menj Lindegaard! Jó. Ne neki! Jó, takarítás. De jó, hogy nem sikerült, és még tartsál föl!
becsúszva szerezni a labdát. No, most egy jó kis kontratámadás. Mit lőnek ezek? Jó, szerintem mindjárt lefújja a fél időt, úgyis. Ezek szerint ez még belefér, hogy beadjam. Jó, még a szöglet is belefér. Jó, fél idő, ez az. Jó, hát eddig győzelemre áll a csapat. Hármat kéne lőniük, hogy nyerjenek. Hát igyekszek, hogy ne legyen három, sőt még kettő se. Mert az hosszabbítást eredményezne. Jó, és akkor csapatkezelés egy cserét most hagyunk. Mondjuk itt. Jó, és elvileg Kagawa van a legszebb állapotban, úgyhogy helyette felhozzuk Rune-t. Jó, a többiek még bírják. Ferdinand, helyett még menjen vissza Smalling. Azért 16-oson belül sárgalapos játékossal tényleg nem éri már meg, de... most minden kockára teszünk. Fuss be, fuss be, fuss be! Ajjajjajjaj. Jó, hát te is Fergusont fejbe tudod rúgni, azt már látjuk, de inkább a kapu felé lőném ilyen erősen. Induljatok! Nem igaz már, hogy nem bír ez a rohadt csapat kontrázni. Feldikém! Milyen sztár lettél volna itt, hogyha lősz egy gólt védőként, vagy csöpregetőként? Hé, Evdát ott nem lebírkozták, vagy véletlenül elcsúszott, vagy mi volt az? És piros, fogadjunk. Na Lindegaard, merre menjünk? Pedig jó felel indultál. Majdnem megfogta. Gehely ez lehet kivédi, hogy de. Dehea vagy Gehely, akinek hogy tetszik, nem tudom, hogy kell mondani. Szerintem azért megfogta volna. Ez az. És azért még főlöki. Jó gatörgök azért itt az én faszabáljánénkön. És Smalling csak sárkát kapott. Müller.
lehet, hogy kapura lövi majd. Sokkal gyorsabb a támadó. Hát mégiscsak visszaszerezte tőle a labdát, csak hogy ne legyen nekem igazam. Hátvéde remekel. Jó, takarító nőtt a kettesbe. Hamarosan a Bayern München bedobását figyelhetjük. Nagyon úgy fest, a Bayern München lehozza az egyik játékosát és beküld egy másikat. Fukassuk a Bayern példáját egy cserével, mit szóltok? Nézzük az energiákat. Rooney lesz középcsatár és Nani helyett jön Giggs és Van Persie helyett behozzuk Welbecket. Jó így. Jó, hogy a középpálya annyira szar. Aha, akkor maradt Van Persie fönt. Ja, marad a célen, és mondjuk Valencia helyett hozzuk be Young bocskát. Itathatatlan, hogy bedobással a Bayern München jön. Na, kezdnek bárni az ujjaim. Csere, de nem is egy. Egészen pontosan kettő. Nagyszerű, olajozott védőmunka volt. Áj, pedig már de szép lett volna. Azt a kötényt ott nem látta senki, jó? Szép volt Lindegaard. A kikapnapot. Végig, jó, neki nem volt. Oké, tovább. Gyerekek, kéne egy gól, mert ha itt kapunk egyet, én megőrülök. GG mu, GG mu. Glory, glory, Manchester. Hajrá, fiúk. Nem má. Jó, a Freddy Kane. Jó, van. Oké. Ez az! Behúztuk, gyerekek. Be. Na, hát Bayern München síri a fűben, mintha tavaly láttam volna már valahol ilyet, de se baj. Hát az első mesztelenségé után nem hittem volna, hogy ez ennyire idézőjelben sima lesz. Na hát, megnyertük, sikerült, ott ünneplünk. Hát, köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a rövidke kis sorozatomban. Valamikor még lehet lesz ilyesmi. Szevasztok!